10 000 aláírással szeretné támogatni az EGRI főiskola egyetemmé válását a Fidesz EGRI szervezete. Az Eszterházi petíció Egyetemet Egernek című aláírásgyűjtő ívre közterületeken gyűjtik a szignókat. Eger életében eddig is nagyon fontos szerepet játszott az Eszterházi Károly főiskola. Nagyon fontosnak tartjuk, hogy megnyílt a lehetőség az Eszterházi Károly főiskola előtt, hogy egyetemmé válhasson. Az Eszterházi petícióval szeretnénk erősíteni, támogatni azt a folyamatot, ami majd a tényleges egyetemmé váláshoz fog vezetni, hiszen a fenntartói döntés már megszületett, de a parlamenti döntés még hátra van. Mi az aláírásgyűjtési akciónkkal ezt a folyamatot szeretnénk támogatni. Gyorsan gyűlnek az aláírások, hangzott el a sajtótájékoztatón. Eddig 2000-en fejezték ki így támogatásukat. A 2000. aláíró Kopcsik Lajos mestercukrász Eger díszpolgára volt. Két unokám van, és milyen jó lenne, nekem nagyon jó eső, hogy egri emberként itt Egerben lenne egy egyetem, és el tudnám képzelni az én kis unokáim esetleg az egyetemre járnának, és az életüket innen indítanák el is, és ez meg az egri embereknek is nagyon fontos, hogy legyen egyetem Egerben. Egész más, szerintem más hangulata lenne még a városnak is. Ugye iskolaváros, és egy egyetem nincs, hát azért legyen egy Egerben egyetem. Ha összegyűlik a 10 000 aláírás, a Fidesz EGRI szervezete Orbán Viktor miniszterelnökhöz juttatja el. A petíció célja, hogy kifejezze az egriek akaratát, kérését a két főiskola és a Jászberényi Pedagógiai Kar összeolvadásából létrejövő intézmény egyetemmé válásával kapcsolatban.